köszöntöm Önöket. Hamarosan új orgona érkezik a Kelebiai Katolikus templomba. A rossz állapotban lévő vitrázsok felújítására ajánlotta fel ünnepi hangversenyének bevételét a Szabadkai Promuzika Kamarakórus, hogy méltó környezetbe kerülhessen az értékes hangszer. Az orgona kerényből érkezik Kelebiára. A hangszer felújításához szükséges pénz jelentős részét külföldi adományozók biztosították. A Szent Teréz Székesegyház és a Ferencesek temploma után Kelebián lesz a környék legnagyobb orgonája. Nagyboldog asszony kapcsán a Promuzika Kamarakórus egy háromnapos koncert körútra utazik Ausztriába, augusztus 13-ától 15-éig. Grazban fogunk szerepelni, és Máriacellben, Közép-Európa legnagyobb zarándok helyén lesz délelőtt egy ünnepi szentmise, este pedig egy ünnepi hangverseny. Mária mennybe menetele már is adta az ötletet és az apropót, hogy akkor csupa Ave Máriás programmal szerepeljünk. Ave Maria Stella, Ave Maria Rossinitől, Rachmaninovon keresztül, tehát a régi mesterek művei, Vittoria, Monteverdi, és egészen napjainkig Kodály Zoltánig. Ezen kívül a programban Kuktin Adrien, egy fiatal orgonista, aki az idén diplomázott a zeneművészeti szakközépiskolában, és a tanulmányait Újvidéken folytatja, ő fog szinte úgymond debütálni itt Szabadkán nagy orgonaművekkel, a nagy Bach Émul preludium és fugával, valamint Gülman allegróját játsza és fantáziáját, ezen kívül pedig Skofjanec József ifjú trombita művész, aki Belgrádban végezte tanulmányait, és már évek óta Szabadkai Zeneművészeti Szakközépiskola professzora, tanára, pedig trombita művekkel egy Handel szonátát hallhatunk majd, és egy Torelli szvittet, azt hiszem. Tehát a műsorban tehát kórusművek, Ave Máriás programmal, valamint orgona és trombita művek fognak felcsendülni. Jótékonysági céllal szervezik meg ugye a gyerek mellett ezt a koncertet. Mikor érkezik meg az orgona? Mit lehet erről tudni a Kelebiai templomban? Mikor szólal meg? A szerződéseket aláírtuk, elkészültek már a tárgyalások, a megbeszélések, a pénz első része is megérkezett Németországból. Augusztus 21-én Mandic György orgona építő, restaurátor kezdi meg a munkálatokat, elsősorban is kerényben. Ott egy hónapos munkálatok lesznek, az orgonát szét kell szedni, tisztítani, bőrözés, új alkatrészek megrendelése Németországból, azoknak a kicserélése, ami egy előre láthatólag egy hónapos munkát vesz majd igénybe. A hangszert valószínűleg ott szeptember végén, október elején szállítjuk át Kelebiára, ahol további egy hónapos akklimatizáció, a helyszín előkészítése, az orgonán asztalosi munkák befejezése, és várhatóan adventre fog felcsendülni, és megszólalni az 50 éve már elnémított orgona kerényből. A Kelebiai templom vitrázsainak javítására ezen kívül még két jótékonysági koncertet szerveznek. Szerdán a Szabadkai Városháza dísztermében fiatal művészek lépnek fel, vasárnap pedig a Városi Fúvós Zenekar ad koncertet Kelebián. Thank you.
Vidékünkön 100 éve foglalkoznak a szalma művészi felhasználásával. Ennek apropóján szalmából készült emléktárgyakból rendezett kiállítást a Szabadkai Városi Múzeum. A népi alkotásokat a városi ajándékboltban tekinthetik meg az érdeklődők. A 20 szabadkai alkotó munkáit bemutató kiállításon szalmaképek, ékszeres dobozok, képeslapok és egyéb ajándéktárgyak kaptak helyet. A tárlatot Jubica Vukovic Dulic művészettörténész állította össze. Ova izložba predstavlja jedan segment delatnosti suvenirnice. A to je da putem izložbi prezentuje predmete koji su dio njezine ponude. Danas prikladno vremenu završetka žetve predstavljamo predmete od slame i to one koji se mogu svrstati u kategoriju suvenira, odnosno one koji ispunjavaju njegove odlike. To su prepoznatljivost motiva, autentičnost materijala i metode izrade, prikladne dimenzije, svojevrsne autorske kreacije, a koje mogu biti prilagođene serijskoj izradi. Izložba predstavlja mogućnosti predmeta od slame da se snađu u svetu suvenira. Sama reč suvenir potiče od francuske reči, a u prevodu ono znači sećanje, uspomena, stvar ili predmet koji se poklanja. Suvenir bi trebao biti simbol nekog mesta, regije ili države. Vredan suvenir načinjen je od prirodnog materijala kao što su drvo, glina, tkanina, slama ili kamen. A kiállítást a szerző és Kovács Evninko Volga művészettörténész nyitotta meg. Nem az első tárlat, ami szalma témára készül Szabadkán és környékén, és nem az első tárlat, ami itt készült ebben a boltban erre a témára, de az első egy ilyen koncepcióval. És ezért gondolom, hogy ez csak egy örvendetes tény, hogy egy művészettörténész megszólalt most az aratói ünnepségek alatt, ugye most, hogy a Duzsiáncának éppen 100 évét ünnepeljük, egy külön koncepcióval, tehát az emléktárgy témára szalma anyagokból. Ugye szerte a világon, ahol szalma van, ott készítenek szalma tárgyakat is hagyományosan, de csak itt Szabadkán és ezen a vidéken fejlődött ki a szalmaművészet ilyen magas fokra. Sokan jönnek ide Magyarországról is tanulni. Magyarországon is több könyv jelent meg már erre a témára. Én nagyon remélem, hogy a több könyv, ami itt jelent meg ezen a környéken, majd még követi őket. Nem csak ez a kiállítás, hanem sok más érdekes kiállítás is hasznos is, ahol a szakember is helyet kaphat, mint néprajzos és művészettörténész. A szalmából készült ajándéktárgyakat bemutató kiállítás a hónap végéig látogatható a városi ajándékboltban. Az elmúlt évtizedek alatt írt publikációit, irodalmi értekezéseit gyűjtötte össze Danyi Magdolna Értelmezések című könyvében. Az Újvidéki Fórum könyvkiadó és a Szabadkai Szabad Egyetem gondozásában megjelent kiadvány első részében a vajdasági magyar és az egyetemes magyar költők műveit elemezte a szerző. A szerb és a horvát költészet is helyet kapott a kiadványban. Nagyon szép élmény volt a számomra újraolvasva fiatalkori írásaimat, hogy ma is vállalni tudom őket, ma is
egyezek velük, jóknak tartom őket. Nagyon szép munka volt. Én hiszem, hogy más is hasonló élvezettel tudhatja olvasni, és nem kell mindig arra gondolnia, hogy sok írást 20 éves fiatal értelmisége írta, vagy akár egyetemista írta. Folytattam a válogatást későbbi munkáim között, tehát egészen a 90-es években írt rövidebb tanulmányokig. Maurics Ferenc alkotásai illusztrációként kerültek be a könyvbe. Hogyan esett a választás Maurics Ferenc alkotásaira? Ahogyan Bányai János beszédében elhangzott, mindig nagyon szoros kötődés, munkatársi kötődés volt közöttünk. Ő néhány évvel idősebb, tehát amikor én egészen fiatal költő voltam, eszéró voltam, akkor ő már egy ismert fiatal képzőművész volt, akinek rendkívül szerettem a képzőművészeti alkotásait. 76-tól az Új Szimpózium folyóirat főszerkesztője lettem, Maurics Ferenc pedig a grafikai szerkesztő, aki nagyon nagy tapasztalatával, képzőművészeti tudásával nagyon szép folyóiratot szerkesztett. Ő határozta meg a teljességgel a folyóirat képzőművészeti grafikai jellegét, számomra is nem csak nagy örömmel, de nagy tanulsággal is. Ugyanakkor mindennapi munkánkban irodalomról gondolkodva, és nagyon jól megértettük egymást. Mind a mai napig nagyon tisztelem, nagyon szeretem az ő képzőművészeti alkotásait. Egy hatalmas sorozatnak egy kis részét lehet itt látni, amelyet évek óta készítek, a In Memoriam Sinkó Ervin. Ennek a nagy sorozatnak egy kis része a Ravatal lenyomat, amelynek 20 lapját állítom itt ki. Ez egy a legnagyobb vajdasági gondolkodó íróember Sinkó Ervin tiszteletére készült, és továbbra is. Tehát nem zártam le, továbbra is ezen dolgozom. Főleg a fekete és a megjelenő foszforeszkáló színek, amelyek itt-ott jelennek meg, a lényegi alapszín a fekete és a szürke. Mi az, ami egyébként is foglalkoztatja, megihleti a sorozaton kívül, gondolom? Hát egyelőre azon kívül semmi más nem érdekel. Ez a lényegi munkám. Ez a kiállítás miért fontos az ön számára? Hát az én számomra ez nem olyan fontos. Ez fontos ez a szép kis Danyi Magdona könyv miatt, amelyben ezeknek a munkáknak néhány vázlata megjelent. Dr. Bányai János nyugalmazott egyetemi tanár a kiállításról a következőket mondja. Maurics Ferenc most bemutatásra kerülő képei szoros kapcsolatban vannak Danyi Magdolna ugyancsak most bemutatásra kerülő Értelmezések című irodalmi tanulmányokat és kritikákat tartalmazó könyvével. Nem csak azért, mert a könyv fedőlapjának mindkét oldalán Maurics Ferenc egy-egy rajza látható, és a könyv fejezeteit egy-egy Maurics rajz választja el, még csak azért sem, mert a könyv tartalmazza Danyi Magdolnának Maurics Ferenc Telep címen megjelent verskötetéről írott, Utasi Csabával és velem is polemizáló kritikáját, hanem azért is, mert mindkettőjüket szoros szálak fűzik az egykor volt Új Szimpózium nevű folyóirathoz. Danyi Magdolna főszerkesztője volt a folyóiratnak, Maurics Ferenc pedig munkatársa és műszaki szerkesztője. Együtt dolgoztak, és jól megértették egymást. Most pedig arra kell figyelni, hogy Danyi Magdolna írásai az Értelmezésekben, és Maurics Ferenc ott közölt rajzai, amelyek ezen a kiállításon is láthatók, nem csak megférnek egymás mellett, hanem össze is tartoznak, rejtélyes és sokfelől megvilágítható párbeszédet folytatnak egymással. Annak a dialógusnak a folytatása ez, amit szerkesztői együttműködésük és Danyi Magdolna telep kritikája is jelzett.
Időközben azonban történt valami más is. Történt az, hogy Danyi Magdolna nyugdíjba vonulása alkalmából a magyar tanszéktől egy Maurits képet kapott ajándékba. A Projektum Balkanicum in Memoriam Sinkó Ervin 2005-ben készült sorozatnak egy lapját. Ennek is van jelképes jelentése, hiszen Danyi Magdolna, mint sokan mások, a Sinkó Ervin alapította tanszéken tanult, és hosszú éveken át ott is dolgozott. A szabadkai bemutatón továbbá Bordás Győző recenzens, Dévavári Beszédes Valéria az életjel könyvek szerkesztője, és Németh Ferenc a Fórum könyvkiadó igazgatója ismertette a könyvet. Dés László, Nemes István, Böhm György, Kocsmáros György, Horváth Péter Valahol Európában című művét mutatták be a hétvégén a szegedi szabadtéri játékokon. Szegedi kollégáink összefoglalója következik. Sztárparádé a Valahol Európában című musicalben még a legkisebb szerepekben is olyan nagy színészek tűnnek fel, mint Alföldi Róbert vagy Szarvas József. Az én szerepem az olyan erejű, hogyha a néző eltűszenti magát, vigyázni kell, mert közben én már el is tűntem. Tehát nagyon kell vigyázni. Na, hogy van egy ilyen Levente oktató a színdarabban, és Attila kedvéért ő engem fölkérte erre a szerepre, meg valahogy nagyon bírom a pofáját. Nagyon tehetséges, laszpasas. Szarvas Józsefet egyébként nem nehéz kiszúrni a tömegből. Salgótarján és veszprémi fanklubosok eljöttek hozzám, és volt egy egész nap üvegtigris nap. Mind a három filmet levetítettük, és a srácok pedig jöttek játékokkal, totókkal, és attól is óriási napot rittyentettek viszákra, és akkor közben hozták ezeket a pólókat is. És akkor azt mondom, ma megtaláltam, megérzem, hogy el tudok tűnni a városban, hogy újság meg is héta, de ez ma fölvette, és ha valamilyen ott megy az égi, és hát a rikító színbe, ez már önmagában is egy meghökkentő, pláne ezzel feljöttem. A zenét Dés László írta, aki jól tudta, hogy gyerekek énekelnek majd a darabban. Ahogy a karmester Síló István mondja, a zene maga nem nehéz, előadni viszont igen. Az a nehéz, hogy 70 gyereket, 75 gyereket egyrészt fegyelemre tanítani, együtt fegyelemre tanítani, amiben benne van, hogy mindenki, amikor elkezdtük a próbákat, mindenki tudta a dalokat. Tehát úgy jöttek július 4-én az első próbára, hogy köpték, vágták az egészet. Arra kellett nagyon sok időt, hogy ezt együtt és fegyelmezetten csinálják. Amikor én még kezdő karmester voltam, akkor volt szerencsém ezt nevezényelni 1996-ban. Úgyhogy nekem az egyik első ilyen nagy színházas, nagy zenekaros színpadi művek egyike, amit vezényeltem. A másik kérdésre, hogy fontos-e szeretni azt a stílust, amit vezényel az ember, nem fontos, kötelező szeretni, mert különben átjön, hogy nem szereti, unottak lesznek az emberek a keze alatt. Míg Tompos Kátya a színpad mellől énekel be, addig Pindrok Csabáék a színpadról. A gyerekek a színészek minden lépését követik. Hanghatások vannak az előadásban, magyarán géppisztolylövés, de nem felvételről, hanem élőben. Ha nem viselkedünk jól, akkor éles történjen. 8 óra 10 perckor a darab összpróbája megkezdődik. Eleinte nem problémamentesen. Ahogy önök is láthatják, a pirotechnikai eszközök élethűen dolgoztak. A kisebb tűzoltás után folytatják. A Ficsúrt alakító Keresztes Tamás életében először lép fel ilyen nagy színpadon, ezért neki is változtatni kellett a korábban betanult módszerein. Tapasztaltam, hogy ha mondjuk egy színész nem mozdul egyet, jelezve, hogy én fogok beszélni, akkor nem tudom, hogy ki szólal meg. Tehát vannak ilyen kis praktikák, amiket itt el kell kicsit sajátítani. Ez jó!
ez egy jófajta feladat. Hálás dolog egyébként zenésben játszani, mert megmondom őszintén, hogy a zene az sok terhet levesz a színészről. A nézőt valamelyest könnyebb is állapotba hozni, úgyhogy ha zene is szól. De hát valóban ez egy komplex feladat. Hát a legszükségesebb hol viszontnál magukkal! Mindent meg fognak kapni! Csend legyen! Vénárkülöm! Hálány Robert! Hálány Gizella! Zsigmond Irihár! Hevesügyel! Hola Angyel! Gyere nézd, gyerünk! Igen! Minden időt, minden percet kihasználnak próbára. A dombtéren bár 6 és 7 óra között csendszünet van, a próbával még ekkor sem állnak le. Zene nélkül a rendező és a koreográfus, illetve asszisztens vezénylésével követve dolgoznak a fiatalok. A próbák, hogy így egy kicsit hosszúak, de azért bírom az éjszakákat. Mi az, hogy hosszú? Hát, hogy régebben volt olyan, hogy 2x4 óra, de azért bírtam azt is, csak most már egy kicsit fáradok. Csak nem 80 gyerek játszik a Valahol Európában című musicalben, a legfiatalabb 8 éves. Kivételezés nincs senkivel, bár nem úgy bánnak velük, mint a felnőttekkel, mégis felnőtteket megszégyenítő precizitással, figyelemmel, pontossággal dolgoznak. Azt mondták, hogy kemény munka vár ránk, mert az első felvonás és a másodikat is vesszük. Közben mosolyogtok, tehát ez baromira tetszik nektek. Igen, mert szerepelünk, és minket fognak nézni a nézők, nem pedig a hangfalat. Tehát ott vagyunk, és beválogattak minket 500-600 gyerek közül. Hát akkor ennek nem örül, és nyafog, hogy jaj, Isten, de rossz, na jó, persze, mindenki fárad, de hát ennek örülni kell, hogy itt vagy, és szerepelhet. Míg a gyerekek a színpadon dolgoznak, addig színésztársaik, Alföldi Róbert, Pindrok Csaba a nézőtérről figyeli a próba folyamatokat. Ahogy ők mondják, a legtöbbet a gyerekektől lehet tanulni. Tompos Kátya a médiával nem kíván beszélgetni, a gyerekekkel viszont nem ilyen elutasító. Például az egyik szünetben mentünk és folyton követtük őt. És ő erre mit szólt? Hát nem volt szomorú, de nem is örült neki, de nem bánta. A gyerekek másfél hónapig készültek a produkcióra. Sokkal érdekesebb, mint otthon strandani. Ez is jó moka, de itt találkozhatunk egy csomó színésszel, meg fellépni is már nagy élmény. Egyáltalán ti színészek akartok lenni? Én mindenféleképpen. Hát most ugye megkaptam a főszerepet, és akkor ezt a pályát szeretném folytatni. Igen. Mi tetszik benne? Hát jó móka, meg jó csinálni. Nem irigykednek a többiek, hogy neked nagyobb szerepet van? Hát páran igen, de én nem szeretnék nagy képű lenni, mert minden. Pár embert a gyerekek közül kiválasztottak, aki mikroportot kap, hogy a gyerekek hangja nagynak tűnjön, és hát én is benne voltam, úgyhogy nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy mikroportos lettem. Ez is egy kitüntetésféle? Hát olyasmi. Nekem legalábbis az. Ez egy szegény gyerek ruha, ami direkt el van szabva, és most láttuk, hogy ilyen hajfestékkel kértünk is tincset, de nem adtak, ilyen hajfestékkel kennik be ezeket, hogy ilyen penészesnek látszódjon, meg mind festékesnek, és van egy, és művérrel, meg mindennel. 40 fokos hőségben nem meleg azért a sapka meg a sál próbák során? Hát, de meleg egy kicsit, de hát azért tűrhető. Mert mi ezt már megszoktuk, mert minden nap, gyakorlatilag minden nap ebben a melegben próbálunk. Már bekerülni sem volt egyszerű a fiataloknak, több fordulós válogatáson kellett részt venniük, ahol a ritmusérzéküket és az énekhangjukat is tesztelték. Stink! Na gyerünk már felállni! Kidobtak minket egy vagomból, ide bújtunk el. Aha, motozz meg őket. Jó! Még nincs cigijük! Uram, éhes vagyok!
mi meg három. Menjünk. Hova mész? Között! A fiatalok kivétel nélkül azt mondják, ennél jobb nyarat, hogy a szabadtérin dolgozhatnak, el sem tudnának képzelni, rengeteg élménnyel gazdagodtak. Egy délután ide jött a igazgatónéni, bejelentette nekünk, hogy elvisznek a állatkertbe minket. És hát olyan jó sok élményt szereztünk, hogy bementünk a zsiráfházba, sőt, még meg is etettük a zsiráfokat. Sztárparádia valahol Európában című musicalben még a legkisebb szerepekben is olyan nagy színészek tűnnek fel, mint Alföldi Róbert vagy Szarvas József. A 250. vitrást látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva is számítok Önökre. Addig is viszontlátásra!